Zsikó Zoltán a Tolna megyei közgyűlés alelnöke a találkozó kapcsán arról szólt, minden népcsoport számára fontos, hogy időről időre találkozzon és megmutathassa kultúrájának értékeit. Ebben a rohanó világunkban nagyon fontos az, hogy a bukovinai székelyek képviselői, népdalénekesek, mesemondók és egyáltalán az utánpótlás megismerhesse a bukovinai székely kultúrát, és azt gondolom, hogy ez a ma este jó példa arra, hogy hogyan tudjuk ezt a kultúrát, ezeket a hagyományainkat tovább örökíteni és megőrizni. A bukovinai székelyek szekszárdi csoportjának kórusa is bemutatkozott a fenntartó által szervezett kulturális esten. A Szabó Négáns Tünde irányítása alatt működő énekkar legfontosabb feladatának tekinti annak a dalkincsnek továbbéltetését, melyet egykoron a székelyek a mindennapokban és az ünnepek során is énekeltek. Azt érzékelem, hogy az énekkarnak az egyik mozgatórugója a fellépés. Tehát, hogyha programok vannak, amikor megmutathatjuk, hogy mit tanultunk, és képviselhetjük a bukovinai székely kultúrát, az segíti a felkészülésünket, mert meghatározza például, milyen dalokat énekeljünk, mit tanuljunk, és a bemutatókon úgy állítom össze bocsánat, a csokrokat, hogy az alkalomnak megfelelő legyen. Tehát nem mindig ugyanazt a csokrot adjuk elő, hanem egy kiállítás megnyitóra teljesen más csokrot állítok össze, mint egy csűravatóra. Szívesen tanulnak például egyházi népénekeket is, hiszen a bukovinai székelyek templomba járó és hívő emberek voltak, és ragaszkodtak a vallásukhoz, ez is tartotta meg őket igazából. Tehát sok olyan éneket is énekelünk, ami nem bukovinai népdal, hanem mondjuk karácsonyi népének, tehát a templomban, amit szoktak énekelni nekik a régi életükben, az egy megnyilvánulási lehetőség volt, mikor misén énekeltek, amikor közösen énekeltek. Tehát az egy összetartó erő volt mindig. Egy részét az asszonyok tudják, és azt újra tanítom, illetve én tanítom velük, ugye én már elég régóta vagyok ebbe a népzenei körbe, és akkor ami az én tudásomban van, abból válogatok nekik olyat, ami rájuk illik. Tehát nem azt csinálom, hogy van több csoportom, de a csoportok soha nem énekelnek egyforma csokrokat, minden csoport azt énekli, ami hozzáillik. A szekszárdi csoporttal nagyon jó dolgozni, mondja az együttes kardagya, hiszen szerencsére nagyon jó hangi adottságokkal bír. Jó a stílus érzékük, hamar tanulnak, igazából szinte tudják, csak elő kell hívni belőlük azt a tudást, ami ősi tudás, ami bent van, az a stílus, csak helyre kell tenni, és ami a fontos, hogy a közösségi éneklés, tehát a közös éneklés valósuljon meg. Aki egyénileg énekel, az úgy énekel, hogy ahogy ő szeretne, ahogy a lelke kívánja, abba a tempóba és egyebek. De mikor sok hang van egymás mellett, sok lélek van egymás mellett, az másképp rezdül meg egy-egy ének alatt. Az én feladatom az, hogy összehangoljam ezeket a rezgéseket, és hogy egy egységet alkossanak, a csoport hangzás egy egységet alkosson, és egyöntetű legyen. Mikor jön a karácsony, akkor karácsonyra készülünk, és így egyházi népénekeket is tanulunk, és van olyan énekünk, amit az egyik tagunktól tanultunk, és itt a környékünkön senki nem ismeri, és több helyen már elénekeltük, és más csoportok is szívesen megtanulják, mert hogy azt mondták, hogy nagyon szép. Tehát nem könyvből tanítok, hanem inkább így szívtől szívig
lélektől lélekig így. Nem én határozom meg a fejlődést, tehát a fejlődés bennük van, az ő lehetőségük a fejlődés, mégpedig úgy, hogy ahogy a közösség egyre jobban összekovácsolódik, ahogy egy közösséggé válunk egyébként is, úgy nő vagy javul a minősége az éneklésnek, de én azt gondolom, hogy a legnagyobb erénye ennek a közösségnek az, hogy szívesen énekelnek, és bármikor szívesen hajlandók jönni próbára. Tehát szinte nincs olyan, hogy valaki hiányzik a próbáról. Nem kell írni, hogy most ki hiányzott, jöhet fellépni, vagy nem. Mert aki nem, az otthon megtanulja, felveszi valamilyen hangzó anyagként, és otthon megtanulja az énekeket, úgyhogy következő próbára már felkészült eljön, csak be kell illeszkedjen a csoportba. Tehát imádják az énekeiket, szeretik énekelni, és nekem óriási élmény így tanítani őket, hogy szeretnek énekelni. Ugye ez teljesen más dolog, mint egy iskolában, ahol a gyerekek azért ülnek be egy énekorára, mert kell énekelni, és ők másképp állnak hozzá az ének tanuláshoz. Ők nagyon-nagyon szeretik, tehát belőlük sugárzik az, hogy szeretik azt, amit énekelnek. Lehet, hogy lehetett is látni, hogy mosolyognak, hogy olyan lendülettel éneklik az énekeket, mert ez az ő világuk, tehát valahonnan ősi tudás, ami csak így fel van egy kicsit erősítve itt ebben a világban. Szegedi Dezsőnének, a szekszárdi szervezet elnökének véleménye szerint a székelység azáltal maradt és maradt talpon, hogy rendszeresen találkozhatott saját kultúrájának gyökereivel, és az évek alatt éltette ezeket. A székelységről szól ez az egész este, és nekünk azért fontos, hogy egyre jobban megismerjék a székelyekkel az életünket, a sorsunkat, a múltunkat, mert ez egy kicsit hiánypótló. Egyre jobban, hogy mi vagyunk is már Szekszárdon, sokszor fellépünk, sokszor beszélgetünk magunkról, és egyre jobban megerősödik bennem is, hogy erről többet is kellene tudni, és többet is akarunk, és ez azért volt kedvező ez a program, mert ezzel beteljesedett az az elképzelésünk, hogy itt igenis Szekszárdon vagyunk, nem kevesen székelyek. Én sokat beszélek a családomban, én nekem 8 unokám van, és azok már annyira tudják a székely dolgokat, és ez fontos. És én is, megmondjam őszintén, székely gyereknek nevelkedtem fel, és akkor valahogy szégyeltük, hogy erről miért beszéljünk, mi egy elesettebb népcsoportból emelkedtünk ki, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, és most már büszkén mondom, hogy hála Istennek talpra álltunk, és boldogulni tudunk, és kell, hogy tudjuk, hogy mi székelyek vagyunk. És ez nagyon fontos nekünk. Én legalábbis az egyesületen belül ezt fontosnak tartom, hogy mindenki beszéljen róla, a gyerekeinek, az unokáinak, hogy ez ahogy mondják, hogy székely nem születik, de székelység az megmarad azáltal, hogy a mindegyik, hogyha tudjuk, hogy hova tartozunk, ki az unokánk, vagy ki az ősünk.